A sátorai újhelyi Árpádházi Szent Margit katolikus általános iskolában is elkezdődött a várva várt vakáció. A színidő vége előtt már izgalommal várták a diákok az évzárót, amelyet a nyolcadikosok ballagásával együtt szerveztek meg. Fábrikné Király Klára intézményvezető a 2023-24-es tanévvel kapcsolatban elmondta, hogy tartalmas évet tudhatnak maguk mögött, így gyorsan elrepült ez az idő. Sok programon vehettek részt a diákok, mellettük pedig a szülők is, akiknek köszönet jár, hiszen amiben csak tudtak, segítettek az intézmény munkatársainak. Ahogy az igazgatói beszédemre készültem, pontosan számba vettem, hogy mi minden történt, és aztán elhatároztam, hogy minden nem tudok majd beleírni, hiszen olyan sűrű volt ez a tanév is. A szülőknek fogom mindenképpen megköszönni azt, hogy ahány ötletünk van, ahány programot kitalálunk, mindig partnerek benne, hogy a gyerekeknek közösen tudjunk jobbá tenni a napjait. Közel 30 diák búcsúzik az intézményből, tette hozzá az igazgató, kiemelve, hogy ők azok, akik bizonyíthatják a középiskolába lépéskor, hogy milyen pluszt adott számukra a katolikus nevelés, amelyet itt kaptak. Minden diákunk, ahova szeretne menni, felvették, úgyhogy ők készülnek a középiskolás évekre. 28 végzős diákunk van, minthogyha ebben az évben egy kicsit nyugodtabban teltek volna a kamaszkori napjaik, talán a tavalyi év egy kicsit izgalmasabb volt a részükről, úgyhogy remélem, hogy a középiskolában is ugyanilyen alapokkal, vagy ahogy ők mondták, itt palánták voltak, és hagyják majd magukat tovább nevelgetni. Pontosan erre fűztem rá egyébként a mondani valómat, ami személyesen hozzájuk szól, hogy ezeket a kis palántákat mi itt megpróbáltuk nevelgetni. Ugye a Jóisten szeretete, a szüleik és mi nem hagytuk, hogy elhajoljanak rossz irányba, de reméljük, hogy ugyanilyen nyitottak lesznek a következő években is, és elfogadják majd a középiskolai tanáraiktól is ezt. Fábrikné Király Klára elmondta még most a nyári szünet elején a táboroké a főszerep, aztán egy kis pihenés után újult erővel vágnak bele a következő tanévbe.